Majd 100 éve már, hogy Trianon szenvedjük, annyi év után még mindig emlegetjük. Kicsi magyarság, tán 10 millió ember elsirattad már a múltadat 1000-szer. Horthy Miklós alatt üres volt a lábos, keservében elment 1 millió napszámos, akik hűségben maradtak, meglettek nyomorítva, romlásukba vitték őket ki a ruszki frontra. Ott maradt egy nemzedék, nem volt benne áldás, mégsem ez volt rajtunk a legnagyobb irvágás. Sok jó emberünket halálba hurcolták, annyi népeinket is vagonokba rakták. '45-ben kinek esze volt, elszökött, itt hagyott mindent inkább maga mögött. Rákosi Mátyás, hogy óvja magyarságot, körbevette dróttal az egész országot. Kádár János a rendszer megmentője, 1956 temetője, a lázadókat mind lecsukatta, Nagy Imrét és társait megfelakasztatta. De amint a vasfüggöny egy kicsit is fellebbent, 200 000 ember egy hét alatt elment, aki itt maradt, annak az lett minden gondja, hogy a szarba lehet kijutni nyugatra. '89-ben, mikor lejött a szöges drót, ki is ment mindenki, kinek csak módja volt. Sokan köztük azóta is visszatérni félnek, mi lesz, hogyha a muszkák újra visszajönnek. Most a fiatal demokratáké a kétharmados többség, a kommunisták óta nem volt itt ilyen egység. Nincs is semmi haszna a maradék harmadnak, menjenek a buszba, ahova akarnak. Lassan többen leszünk kívül, mint hányan belül, aki tud innen, még mindig csak menekül. Kicsi magyarságtán 5 millió ember, elsirattad már a jövődet 1000-szer.